megismerkedünk a sósav tulajdonságaival. A sósav a hidrogénklorid gáznak a vizes oldata. Hidrogénklorid gáz feloldják vízben, aránylag jól oldódik. 36-37%-os tömény sósav oldatot lehet készíteni, töményebbet már nem. Mi azért nem a 36-37%-os tömény sósavval kísérletezünk, hanem ennek egy hígított oldatával. Látjátok, az állam írva, hogy egy aránynak az egyhez, tehát a tömény sósavat egy-egy arányban meghígították vízzel, vagyis fel sósav, fele víz. Ennek a sósavnak a fémekre gyakorolt hatásait fogjuk megfigyelni. Több dolgot megnézhetünk. Ha hozzáintjük különböző fémekhez, ez például magnézium, ez például réz, a kémcső olyanban egy picike kis réz, ez például cink, akkor megfigyelhetjük, hogy melyik fém hogyan, milyen mértékben reagál a sósavval. A következő tapasztalatokat várjuk. A magnézium nagyon hevesen fog reagálni a sósavval, erős pesgés tapasztalunk. A cink egy közepes mértékben fog reagálni a sósavval, gyengébb pesgés tapasztalunk, vagyis tulajdonképpen ez a két pesgés azt fogja nekünk mutatni, hogy hidrogén fejlődik, miközben megtörténik a reakció. A résztől azt várjuk, hogy nem fog reagálni a sósavval, tehát egyáltalán nem pezseg. Ennek az a magyarázata, hogy ez a kettő fém, ez negatív standard potenciálú, a részt pedig pozitív standard potenciálú. A pozitív standard potenciálú fémek így közvetlenül ellentve is gyorsan nem reagálnak, általában hígásban is amokkal, például a sósavval sem. A negatív standard potenciálúak pedig a standard potenciálúk nagyságának, pontosabban kicsiségének mértékében, mert minél negatívabb a standard potenciálja, annál hevesebb reagál. A magnézium a finisabb a sósavhoz, kisebb a standard potenciálja, a cinknek nem akkora kicsi érték, ezért ez csak egy közepes mértékben fog reagálni. Ezt a kísérletet mindjárt ti is meg fogjátok csinálni, és hogyha a fejlődő hidrogén gyufával közben meg is próbáljuk gyújtani, különösen úgy, hogy még először, amikor ráöntöm a sósavat, olyan jó negyedrészében van a kincsevet, a légtérben még levegő van, ezért a fejlődő hidrogén durranógáz képez, és akkor pár másodperc múlva, amikor elindult a pesgés, oda teszed egy gyufát, annak be kell robbantani a durranógázt is, egy ilyen csivító hangot kell, hogy halljuk. Ha sikerült eltalálni, hogy még durranógáz jött ki. Utána már, amikor egyenletesen fejlődik a hidrogén, akkor már esetleg csak szépen ég a kémcsőnek a száján, de mivel túl széles a kémcső szája, ritkán sikerült így jól megjúteni, de előfordulhat, azért mondjam, sokan egy-két kísérletezőnek esetleg sikerülhesse ez. Meg fogjuk akkor majd ezt mindjárt nézni. Most bemutatom, és akkor utána tudjátok csinálni. Első dolog tehát, hogy mondjuk öntök a magnéziumra egy kis húsavat. Csak olyan negyed részig öntöm a kémcsövet. Látod a heves pesgést? Megpróbálom a durranógázt esetleg megfújtani. Elkésztem, már csak egy kis halk pukkanást hallottunk, nagyon hamar kifejlődött belőle a hidrogén, és már nem is látjuk benne a magnéziumot, eltűnt, pontosabban feloldódott, elreagált, miközben a hidrogén azért meggyulladt, a kicsit pukkanása hallottunk. Másik, a cinkre is ráöntöm. A cink egy szép folyamatos pesgéssel adja nekem a hidrogén fejlődést. Nem fog olyan hamar elreagálni. Ezért ez például a hidrogén fejlesztéshez nagyon alkalmas. Kicsit megpróbálom felfogni benne a hidrogént, hogy ne szökjönöm gyorsan és tényleg bekeveredjen az a kis durranógázom. Mindjárt megnézzük, hogy vajon tényleg sikerül egy ilyen sivító hangot kicsalni ebből, mint durranógáz. Tehát hidrogén levegővel keveredve robban, és még mindig folyamatosan fejlődik, és még mindig folyamatosan fejlődik. Most, amikor megtelik majd hidrogénnel, esetleg meggyújthatod, ha sikerül ég, majd lekapcsoljuk hozzá a villanyt, hogy lásd egy picit az égését, lesz idő bőven, hiszen még mindig folyamatosan egyenletes ütemben fejlődik a hidrogén. Megnézzük a rézzel is. Mondtam, mit várunk.
Úgy látom, az is következett be. Pezsgés nincs, a réz nem reagál. Tehát összefoglalva egy pozitív standard potenciálú nem reagáló fémmel, egy nagy aktivitású, nagy negatív standard potenciálú reagáló fémmel, és egy közepes standard potenciálú, közepes tempóban még mindig tovább reagáló fémmel reagáltatok a sósavat, kétszer hidrogénszegődés történt, egyszer pedig nem történt reakció.